vannak olyan főnevek, amelyeket a németet tanulók folyton összekevernek. Van, amire van magyarázat, mint például a de Name. miért hiszik azt, hogy di, és mondják azt, hogy di azért, mert ami erre végződik, az legtöbbször nőnemű. Miért gondolják, hogy a numea, mint szám, az dea, Azért, mert ami ére végződik, az általában der. De a te a busz, te a film, te a brief, miért lesz das? Azt én igazából nem tudom. Na jó, semmi gond, ezt most végérvényesen tegyük helyre, úgy, hogy soha, de soha, de soha többé nem fogod összekeverni őket. Szükségünk lesz hozzá fura eszközökre. Nézzük meg először a numeat, hogy jegyezzük meg. Kell nekünk egy banán. A banán az di. Ezt szinte mindenki tudni szokta, hogy di banán. Na most fogom ezt a banánt, és elkezdek ráírni számokat. Egy, kettő, három, és így tovább. Mit csináltam tehát? A di banánéhoz kötöttem a di numát. Biztos vagyok benne, hogy örökre megjegyezted. Egyébként ezeket nem feltétlenül kell megcsinálni, elég elképzelni. Akkor nézzük a következőket. Ehhez választottam egy tányért. Azért választottam tányért, mert azt mindenki tudja, hogy a tele az de tele és ide belerajzoltam a tányérba egy levelet, te a brief. Ebből a levélből kikandikál egy film, tudod, ez a régi film tekercs. Nem annyira sikerült lerajzolnom szépen, de elég tudnod, hogy ez a de a film. És azon a filmen, mint egy sinen, halad a busz. És akkor marad még a de Name, Maradunk a tányérnál. És beleírtam a Deat Helebe, a nevemet. Vejt Teriz. Hogyha szeretnél velem, mutatom a nevem, tanulni olyan dolgokat, amitől könnyebb lesz a német, akkor kövess engem itt a YouTube csatornán, vagy csatlakozz hozzánk a zárt Facebook csoportunkra. Tök jó hangulat van, és segítjük egymást különböző ötletekkel. Ne görcsölj a német tanulással, hanem kreatívan tanult, könnyedén, játékosan szórakozva.